A vádirat szerint 140-150 km/órás sebességgel haladt az M7-es autópályán. 2010. január 8-án Radimir Čačić, Horvátország jelenlegi miniszterelnök helyettese, amikor belerohant az előtte haladó Skoda Fabia típusú személygépjárműbe. A balesetben ketten meghaltak, egy személy súlyosan megsérült, a negyedik utas pedig könnyebb sérüléseket szenvedett. A mai tárgyaláson a bíróság több tanút is kihallgatott, köztük a nagykanizsai tűzoltóság munkatársait is, akik részt vettek a műszaki mentésben. A hátsó ajtó volt bezárva, jobb hátsó volt beszorulva, ahol egy üdös bácsi volt, az ablak az kitört, ugye, és akkor ott a rendőr kollega az már valamennyien gézzel fejét azt valamennyire összepróbálta a bőrt a fején rakni, ugye, vagy hát nyomni, hogy ne vérezzen annyira. Az autóban négyen utaztak, az ütközéstől azonban egyikük kiesett a járműből, emlékszik vissza egy másik tűzoltó. Két sérült volt a, azt hiszem, a Skodába, egy sérült a földön feküdt a Chrysler környékén valahol. A könnyebb sérült kiszállt az autóból, a nyomozás során tett vallomását a bírónő idézte fel. Én amikor kiszálltam, akkor annak örültem, hogy kiszállhattam, és az autót úgy hagytam. Azon nem nyúltam semmihez, nem kapcsoltam le a világítást sem, a tűzoltók azok benyúltak az autóba, és lehet, hogy ők áramtalanították, és kapcsolták le a világítást. Mert hogy vitatárgyát képezte az, hogy a Skoda világítással közlekedette az autópályán, és az utasok használták-e a biztonsági övet. Utóbbiról eltértek a vallomások. A mentésben részt vett tűzoltók a látási viszonyokat illetően egyhangúan úgy nyilatkoztak, hogy bár az úttest vizes volt, nem csúszott. Normális, maximális sebességet tudok menni végig a pályán. De nem volt semmi. Nem, egy kicsit lehet, hogy nyálkás volt az úttest, talán ennyi. Radimir Čačić viszont azt állította, nem lépte túl a megengedett sebességet, ráadásul köd volt, a Skodának pedig nem égett a lámpája. Az ügyben ma nem született ítélet, mert az igazságügyi műszaki szakértői vélemény hivatalos horvát fordítása nem készült el, döntés legkorábban tavasszal várható.